És a Föld Podcast. És a Föld Podcast. Tírek helyben azonnal. Köszöntöm a hallgatókat, Posgai Kitti vagyok, beszélgető társam pedig Károly Balázs, a hetedik bekezdés zenekar frontembere vezetője. Üdvözöllek nálunk a stúdióban. Jó, ja, köszöntelek én is, illetve köszöntöm a hallgatókat. Az apropója, ami miatt meghívtalak téged ide erre a beszélgetésre, az az, hogy nem olyan régen Pászbánt falon voltatok jótékonysági koncertet adtatok benkövicsáért azért a 9 éves leukémiás kislányért, akiről már sokat hallhattak, olvashattak a kisalföld olvasói is. Hogy sikerült ez a koncert? Jó, sikerült. Igazából viszonylag létszámban és hallgatóságban is sokan voltak, az idő is kedvező volt, vissza is jelen tudott lenni. Igaz, hogy nem tudta a koncert végét megvárni, de az elején ott volt, illetve előtte az ugráló köteles csoporttal is fellépett és igazából kedvező eredményekről tudok beszámolni. Összegszerűen is be tud számolni ezekről az eredményekről? Az pontosan nem tudom, nem is kérdeztem utána, az este folyamán még nem derült ki, de láttam, hogy többen hozzájárultak az adományhoz. Ez, Többek között mi is a zenekarból. Ez nagyon szuper. Akkor, amikor mi ennek apropóján beszéltünk egymással, említetted, hogy nektek ez gyakorlatilag a profilotok. Tehát így gyakorlatilag egy ilyen zenekar vagytok, akiket bárhova lehet hívni, hogyha jótékonyságról van szó, sőt, ti magatok is szerveztek jótékonysági koncerteket. Elég sokat szerveztünk, igen. Konkrétan én szerveztem 17-et, még az elmúlt években, a Covid előtt, és aztán a Covid az egy kicsit ugye a hobbi zenekarokat, meg a profikat is sajnos tacsra vágta, illetve a rendezvény lehetőségeket. Igazából talán a 90-es évek végén fogalmazódott meg itt a Baros úton, az Evező Szobornál a gondolat bennem, hogy no, majd egyszer egy zenekarral jótékonysági koncertet szeretnék csinálni, és aztán 2010-11 körül kezdtem el ezt úgy igazából. Nagy átlagban évente kettőt lehet mondani, hogy Megszerveztünk, és az egyik az egy ilyen családi Mikulásán nőtte ki magát, ami egy konkrét gyerek, illetve családi rendezvény egy egész délutános. Körülbelül délután három órától este 8-9-ig tartó rendezvény lett, ahol a gyerekprogramok mellett megjelent a Mikulás is, illetve koncertek voltak este, és kiválasztottam egy családot, vagy bizonyos esetekben alapítványt, akinek az adományt az este végén átadtuk az, hogy ez benned megfogalmazódott, az egy dolog. Hogyan lehet ehhez olyan zenekari társakat találni, barátokat találni, akik ugyanígy gondolkodnak, és ugyanezt szeretnék? Valahogy ebből soha nem volt kérdés. Működik a zenekari demokrácia, amit kitalálok, az van a zenekarban. Nem, egyébként valahogy mindig úgy jöttek a társak, hogy persze, menjünk, nem volt, nem volt soha vita belőle, nem volt soha, hogy ne csináljuk. Valahogy mindenki vagy hallgatólagosan beleegyezett, vagy támogatta is. Minden zenekarnak az életében van egy közös cél, van egy közös irány, amifele szeretnének menni nálatok. Mi volt ez? Mi hívta életre ezt a zenekart? Igazából hobbi zenekarként működünk. Mindig is az volt, tehát nekünk nem volt az a cél, hogy most befutott zenekar legyünk, és hetente koncertezünk szerte az országban. Inkább az volt, hogy örömből zenéljünk, és évente legyen, nem tudom én, négy, hat, nyolc, tíz koncert, amit ami tényleg úgy jó hangulatban meg lehet tartani. Bemutatnád kicsit a zenekar többi tagját is, akik nincsenek most itt? Igen, hát a zenekarnak egy része Horváth Zsidányból, Kőszeg Melől származik, másik része Győrből a horvát zsidányi tagsággal kezdem. Ének Kumánovics Kata, ő egy fiatal, nagyon tehetséges lány, aki nemrég, hát egy éve csatlakozott hozzánk. Őt a Krizmanics Chris Krisztián barátom hozta, aki szintén horvát zsidányban lakik. Ő a szólógitáros, és ő invitálta a Katát is a zenekarba. Ő vele 2013 óta zenélünk együtt, doboknál Rychnovszki Emanuel, hogy itt több zenekarban is ismert, nagy metál múltal is rendelkezik. Hát ő is először, mint kisegítő dobos, amikor a korábbi dobosunk nem ért rá, akkor támogatóként, kisegítőként jött az Emil, de ő is gyakorlatilag 11 óta itt zenél, itt is zenél a hetedik bekezdésben. Ének Pintér Henriett, ő is régóta hetedik bekezdést a 2014 óta. Bizonyos van most már billentyűt is alkalmazunk. Fiska Dávid a billentyűs hangszereknél egy-két nótát már eleve úgy írtunk, hogy billentyűvel, illetve a régi nótákat egy-kettőt majd szeretnénk egy kicsit így billentyűvel kiegészíteni, úgyhogy Fiska Dávid csatlakozott hozzánk, és jó magam, Károlyi Balázs, basszusgitár. Közös a zeneszerzés is? Igen, igen, igen. Főleg a Krisztián és én szoktuk a dalokat kreálni, valamilyen alapötletből kiindulunk, és akkor nagyjából a vázat elkészítjük, és a többiek meg utána kapcsolódnak be, amikor már van egy, nem tudom én, 60-70-80 százalékos kész dolog. Szövegírás? Szövegírás, ugye magyar verseket is választunk megzenésítéshez, néhány példaként József Attila, Kosztolányi Dezső, Reményik Sándor verseket is zenésítettünk, illetve vannak kortárs költői versek is, Gáti István például, vagy Buda Ferenctől, és jó magam szoktam még szövegeket írni. Ez hogyan zajlik egyébként, főleg a kortársok kapcsán? Ilyenkor megkeresitek a szerzőt? Igen, 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 igen megkeresik. Volt korábban egy Netvers Fest nevű rendezvény, oda ö, költők is küldtek verseket, és azokat lehet zenésíteni, és volt, amit onnan választottunk. Ott ugye eleve meg volt könnyen a kontakt. Így volt például a Gáti Istvánnal is a kapcsolatnak a megtalálása, vagy a Buda Ferenccel is így találtunk egy verset. Ilyenkor írunk neki egy e-mailt, vagy írok neki egy e-mailt, vagy ha van esetleg telefonszám, illetve most már Facebook, akkor, akkor azon keresztül jelentkezem náluk, hogy engedélyt adnak -e rá, és akkor így történik a. További és akkor a felükség. kész produktumot először vissza kell küldeni, meghallgatja, és azt hagyja jóvá, vagy már eleve azt mondja, hogy persze csináljátok. Volt, volt mindegyikre példa. Volt, aki meghallgatta, volt, aki azt mondta, hogy mehet, és ennyiben maradtunk. Milyenek a visszajelzések, ha esetleg volt már visszaküldött vers? Volt, akinek nagyon tetszett, volt, aki nem jelzett vissza semmit, igazából ez is teljesen vegyes. Még olyat senki nem mondta, hogy inkább ne játszátok, legalábbis hozzám nem jutott el. Milyenek a koncertjeitek? Hogyan építitek fel? Legelőször a színpaddal. <laughs> ez is mindig más, ugye, mivel hobbizenekar vagyunk, igazából különböző kisebb helyekre jutunk el főleg, de azért volt szerencsénk a Széchenyi téren, volt szerencsénk a Dunakaputéren játszani, vagy szombathelyi városnapokon játszani. Ö, körülményekhez igazodunk, tehát mi nem vagyunk azért a technikusok és a hangosítóknak a rémálma, pont a, itt a vicca koncerten is azt mondta a technikus, hogy milyen könnyű volt velünk dolgozni, ami van, abból igyekszünk kihozni a maximumot. Persze lehet valaki erre azt mondja, hogy ez egy igénytelen zenekar, de ha valahol három kontroll tudnak nekünk biztosítani, akkor abból oldjuk meg úgy, hogy, hogy, mindenki hallja, ami számára szükséges. Tehát igazából beszélünk ugye így a koncert megvalósítását, illetően a koncert szervezővel vagy rendezővel. Ha közel van, akkor igyekszem személyesen is megnézni a helyszínt, hogy mi kell, mert akkor mi is viszünk inkább magunkkal technikai dolgokat, és aztán ami ott adódik, a programot ugye előre azt megszervezzük, próbán végig nyomjuk egyszer-kétszer a nótákat. A próba sem olyan túl gyakori nálunk, ugye a kőszeggyőri ingázás miatt azért az is bekorlátozza valamennyire, de alaposan felkészülünk, és akkor bele az eseményekbe. Horváth Zsidányiak jönnek ide, vagy ti mentek oda? Mind a kettő. Mind a kettő. Vegyesben. Hogyan jött egyébként ez a horvágyzsidányi kapcsolat? Ez itt nem a szomszédban van. Ez úgy jött, hogy annak idején, amikor gitárost kerestem, a Krisztián jelentkezett, és akkor még itt tanult az egyetemen. Csak időközben ugye egyetemi évei véget értek, visszaköltözött Kőszegre, akkor konkrétan Kőszeg, nem is horvágyzsidányba, és akkor voltak nálunk is tagcserék, jöttek, mentek, megfordultak páran a zenekarban, aztán úgy alakult, hogy zenéjünk együtt közösen mégis a Krisztiánnal, és ö, megbeszéltük, hogy akkor Horváth Zsidány és lesz az ingázás. Inkább ritkább, de hosszabb próbákkal megpróbáljuk megvalósítani, és akkor így került képbe ez a dolog. Mivel hobbizenekar vagytok, mindenkinek van gondolom főállása, amivel foglalkozik családja, de is említetted itt az előbb, hogy már, már gyerekes, édesapa vagy. Ö, hogyan tudjátok ezt megoldani? Főleg a hosszú próbákat. Hát kinek mi a hosszú? Hál' Istennek a családunk támogatja ezt a dolgot. Előre megegyezünk a dátumokkal is, hogy mikor lesz a következő próba. A koncerteket is, ugye, említettem, hogy nincsen sok koncert. Előre tudjuk azért néhány hónappal szinte mindig, hogy valahol fellépés lesz, és akkor lehet előre tervezni. Tehát többen családosak a zenekarból igyekszünk erre időt szakítani, illetve támogatja a család. És akkor gondolom, ugyanígy van ez a fellépésekkel is, hiszen az valószínűleg még, még egy kicsit több időt vesz igénybe, nem? Attól függ, hogy hova kell utazni, azért nem Debrecenbe vagy Pécsre járunk fellépni. Azt is lehet előre tervezni tényleg, tehát tudjuk időben, több héttel előre, vagy akár hónapokkal előre, és akkor mindenki úgy ütemezi az időbeosztását. Hogy ez menjen... Nagyon érdekel továbbra is ez, hogy, hogy honnan, honnan jön az indítatás neked ehhez. Mert az egy dolog, hogy eszedbe jutott ott a, a Baros úton, az, hogy te jótékonysági koncerteket akarsz szervezni, de, de honnan? Honnan jött ez? látból esetleg, vagy, vagy, vagy nem, ilyen nem. beállítottságú vagy aki? Ilyen beállítottságú vagyok. Tehát nekem van egy elvem, azért van az ember, hogy segítsen, és akkor, ha másképp nem tudom, tehát Pénzt keresni úgyse lehet ilyen szinten a zenéből, belépőt mi nem szoktunk kérni sohasem. Igazából adománydoboz van a jótékonysági koncerteken kirakva, és akkor a nagyobb eseményeken, mint például ezek a Mikulás estek voltak, ott ugye tombola tárgyakat is szoktunk innen-onnan szerezni, és akkor a tombola szelvényeket lehet vásárolni azt is egy az egybe az adománydobozba rakjuk, és igazából azt tudom mondani, hogy tényleg csak így jött egy ötletem, és akkor úgy gondoltam, hogy ha már van ez a zenekar, akkor mi is fellépünk, meg még talán valakinek a hasznára is van, tehát igazából ez, ez főleg inkább pszichológiai segítség, tehát itt nem több milliós bevételekről kell gondolkodni, hanem nem tudom, egy néhány százezer forint, ami mondjuk egy súlyosan beteg gyermekkezelésében nem fogja megváltani a világot, de egy-két utazás talán lefedez, illetve pszichológiailag lehet, hogy hasznos, vagy motiváló számukra, hogy ő értük valaki összefogon. Tehát azért volt itt több helyen a nem csak Győrben, hanem Moson Magyaróváron, Pápa környékén is voltunk ilyen koncerten, és talán tényleg a pszichikai hatása is a család számára úgymond motiváló lehet, hogy a gyógyulást elősegítse. Számotokra milyen hatása van ennek? Hát örülök, hogy segíthetünk, és részben nem örülünk, hogy segíteni kell, mert sajnos a legtöbb esetben ugye súlyosan beteg gyerekről, vagy valamilyen szerencsétlenségről van szó, de az mindenképpen jó, hogy, hogy, hogy legalább megmozdulunk érte páran, illetve azok, akik, akik eljönnek, azok mindenképpen megmozdulnak ezért az eseményért. Akadtak esetleg követőitek? Nem tudok úgy kifejezetten róla. Az utóbbi időben azért hála Istennek ez a jótékonysági dolog népszerűbb is lett. Kicsit néha úgy érzem, hogy elcsépelt is lett, de hogyha vannak segítő emberek, az mindig jó. Tehát én azt mondom, hogy inkább segítsünk, mint ártsunk a másiknak. De konkrétan, hogy aztán olyan zenekarok megkerestek, olyanok voltak, akikkel beszéltem, és eljönnek el, arra volt példa. De volt olyanra is példa, hogy, hogy akkor is valaki kütötték a képletesen, értve természetesen az asztalt, hogy ők akkor is csak ilyen meg olyan költségért jönnek el, vagy híres, most már hírezzenek zenekartól is láttam olyat, hogy eljöttek, de a dobozba nem dobtak semmit, tehát igazából ez is vegyes, mint ahogy minden. De nagyon pozitív tapasztalataim is vannak olyan zenésztől is, aki, aki Dél-Amerikában, New Yorkban, Mexikóban is, hogy tényleg Pestről csak az üzemanyagért vállalták, hogy fellépjenek ilyen koncerten hét, hét taggal. Tehát nem is az volt, hogy egy ember, hanem tényleg hét taggal. Hogy néz ki a nyaratok? Most volt néhány koncertünk, most a következő egy pár hét az pihenés lesz, nem is a zene miatt, hanem inkább, inkább egyebek miatt, a munka miatt, a családdal való együttöltési lehetőségek miatt, és aztán utána majd konkrét koncertterveket nem tudok. Decemberben ugye szokott lenni régen a Mikulás, most tavaly nem Mikulás, de egy ilyen karácsonyi koncertet tartottunk. Azt idén is tervezem mindenképp, hogy valahol legalább egy ilyen karácsonyi szösszenetet megvalósítsunk. Hoztál nekem be egy CD-t, Esetleg hangfelvétellel nem készültök? Mondtad, hogy ez nem túl friss. Ez nem túl friss, mindig tervben van a hangfelvétel, és csak mivel ingázunk, kevés az idő, rövid a nyár, rövid a tél, sok az ünnep, egyébként soha nem készítünk hangfelvételt, mindig csak ilyen élő koncertfelvételünk van. Egyébként tervben van, csak még a konkrét rákészülés nem valósult meg. Jó lenne, jó lenne, egyébként, de, de most konkrét tervek, hogy mondjuk szeptemberben mennénk egy stúdióba, ilyenek nincsenek. És új dalok? Új dalok azok, azok azért készülgetnek. Hát most játszottunk a Vica koncerten is kettő újat, amit most vettünk be a repertoárba, illetve most a tél-tavasz folyamán készítettük el. Szintén Billentyűvel. Ugye említettem az előbb, hogy a villentyű most már lényegesebb szerepet kap nálunk. Megtervezünk is új dalokat, vannak félkész ötletek, és ezeket jó lenne mindenképpen úgy elkészíteni, hogy a decemberi koncertünkön már élőben bemutathassuk. Ilyenkor, amikor azt mondod, hogy pihenés, ez tényleg azt jelenti, hogy ilyenkor elszalad mindenki a szélrózsa minden irányába, és majd csak adott idő múlva találkoztok újra, vagy esetleg ebben a nagy pihenésben van olyan időszak is, amikor egy kicsit összejöttök és közösen töltötök időt? Ez nem jellemző. Elmegyünk a szélrózsa minden irányába. Úgy zenén kívül egy-két taggal esetleg, de ritkán, ritkán járunk össze. Zenére összejövünk, próbálunk, beszélgetünk. Aki dohányzik, ő neki dohányszünet, közben megy a beszélgetés, de csak az zenére összpontosítunk. Balázs, aki szeretne titeket megkeresni, hol talál meg? Nálam például a Facebook oldalamon, Károly Balázs, ha megkeresi, egy láthatatlan sötét gitáros szimpadik van rólam, vagy van a hetedik bekezdésnek is egy Facebook oldala, oda is lehet üzenetet küldeni, illetve van ott egy e-mail cím, oda is lehet, nem tudom, azt be lehet mondani, nem lehet bemondani, ez a gmail.com aki szeretne hívni, fellépni, vagy akár egy ilyen jótékonysági rendezvényen is, hogyha úgy érzi, hogy befér egy ilyen kulturálisabb, dallamos rockzenek arra, valahogy így szoktam munkat apostrofálni, akkor, akkor tényleg a hetedik bekezdés Facebook oldalán, vagy a balinkuszkukasgmail.com címen jelezhet. És ha meg akar titeket hallgatni, az már nehezebb. De hát a YouTube-on van néhány felvételünk, de ezek is mind koncertfelvételek. Tehát aki azt meghallgatja, akkor azt mondja lehet, hogy ez pocsék. Az is egy vélemény egyébként, tehát a negatív véleményt mondanak, abból is sok mindent lehet tanulni. De a YouTube-ra, ha beírja egy hetedik bekezdés, akkor dob fel jó pár dalunkat. Élőben kizárólag. Tehát ott az egy bizonyíték, hogy nem ébekes előadásról van szó. Balázs, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon örülök, hogy megismertelek. Bármiben tudunk segíteni, akár azzal, hogy promotáljuk ezeket a jótékonysági koncerteket, keres minket bátran. Köszönöm a lehetőséget én is. Hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, minden jót, viszont hallásra. Kis a Föld podcast. Hírek helyben, azonnal.